Alexomat rendőrök vitték el bilincsbe, mert ő akkor 15-16 éves volt, mikor kiemelték. A lányom akkor volt 13. Szebim még kicsi volt. Kicsi volt, mikor kiemelték. Bencét meg hát 2014, 5.-3-ára voltam kiírva, és őtet már onnan a kórházból elvették tőlem. A TASZ segítségével sikerült hazahozatnom őket. Ha mennem kellett a gyermekjólétihez, akkor jöttek velem, vagy ha bármi baj volt, ott voltak. Hát, mikor megtudtuk, hogy hazajöhet a... Bocsánat. Mikor megtudtuk, hogy hazaengedik Bencét, meg a 4 gyermeket, még a hideg is kirázott, a kisebbik lányommal elkezdtünk keringőzni. Elkezdtünk keringőzni a lányommal, hogy végre eljött az az idő, hogy hazahozhatom őket. Annyira keringőztünk, hogy elestünk a jánnyal. Próbálom elfelejteni, de ezt az egyet, hogy kimondta a bíróság, hogy a gyerekeimet hazadhassák, és mégse. Még pluszban nem is tudom, hány hónapot kellett a 3 nagyobbik gyerekemre várni. Mire azt mondhattam, hogy na, hál' Istennek, boldog anya vagyok, és boldog leszek a gyerekeimmel. Még csak ott jönnek a testvéreim. Ott jönnek az autók. Hát már most már próbáltam nekik elmagyarázni rá. Egy másfél évre fogták fel, hogy már nem kell nekik visszamenni, mert azt hitték, hogy szünetre vannak itthon. Magatartás 3-as, szorgalom 4-es, magyar nyelv 4-es, irodalom 4-es, angol 4-es, matematika 3-as, környezetismeret 3-as, énekzene 4-es, vizuális kultúra 4-es, életvitel és gyakorlat 4-es, testnevelés és sport 5-ös, református hittan 5-ös. Gratulálom! Ezt a 6 évet ezt nem tudom nekik pótolni, ezt az elvesztett időket, a rengeteg szeretet, odafigyelés rájuk. Ennyit tudok nekik biztosítani, a jó mód. Meg hát az, hogy ne legyenek eldobandó gyerekek. Nekem, ha nincs TASZ, nekem gyerekeim nincsenek, mert én kispont voltam hozzájuk képest.